Sziasztok, Zó vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a Stoneblock 2 modpack végijátszás következő részébe. Egy előző részben, mit is csináltunk előzőre? Ó, ezt csináltuk, és nagyon büszke voltam rá, vagy talán nem is annyira, mint ahogy érjeztitek, hogy nagyon büszke vagyok rá, sehol nincs ilyen, amit én találtam. Na jó, nem láttam sehol máshol ilyet, mondjuk ilyet, hogyha találtok az interneten bárkit, aki hasonló módon csinálta, azt akkor írjátok meg. Viszont még közben ezek is. Annyit csináltam közben, hogy betettem őket. Igen, ők még, hát ők az Autocraftnak a dolgai. Annyira nem mentem most bele az EMI rendszernek a bemutatásába. Ebben a részben, előző sorozatban jobban bemutogattam. De azért is, hogy gyorsan elmondom, ugye itt most ennyi történt, hogy csak egy kábelt oda vezettem. Annyi, hogy itt figyelni kell, hogy látjátok, itt elértem a 8 csatornát, tehát amint a sima kábelek bírnak, ezért ilyen vastag kábelt kellett használni, hogy tud vinni 32-t. Ugye az EMI rendszernél csak így nagyon gyorsan összefoglalva, az EMI rendszer az egy digitalizáló rendszer, ami be tudunk tenni anyagokat, ezt ledigitalizálja, azért árolja diszkeken, amik itt vannak, ugye ezeket már láttátok, mindegyik diszken 63 típus fér el, azon belül meg az, hogy mennyit tárol, azt hiszem, hogy egy darab az egy bitet foglal, tehát hogyha az is be tudja telíteni, hogyha egy típusból van 65 000 × 8, ha jól tudom, talán nem tévedek sokat, illetve ugye, vagy lehet, hogy na mindegy, ezt nem tudom egész pontosan a számokat, illetve a 63-nál több nem fér bele. Na mindegy. És ugye lehet digitalizálni ilyen importbuszokkal, hol van egy importbusz, mondjuk, ami ezt beszívja, ez egy interfész, tehát ezen keresztül is be lehet digitalizálni, és akkor ugye a rendszerbe bekerül, az a lényeg. Ami még érdekes, hogy vannak ezek a kraftoló terminál, ugye ezen keresztül, a sima terminálban nincs ez a kraftoló rész, ez a kraftoló terminál annyival több, hogy ez le is tudja kraftolni, és akkor milyen jó, hogy nekünk az összes belső elemből tudunk venni elemeket, nem kell egy chestekből rohangálni. Ez a terminál, ezen mintákat tudunk csinálni, ugye ezelőtt ezt csináltunk, de talán nem voltam elég részletes. Most például csináltam egy drakonikus chestes mintát, a mintát ide lekopiztam, és itt van egy új interfész terminál, ez azt csinálja, hogy látom az összes interfészt, ez ami a mini chestes interfész, ez az, amit ide tettem. Ugye hát mini chestnek hívja, mert hogy ez mini chest, de az az interfész, az igazából két chestbe is tölt, és tudom, hogyha ide teszek egy ilyen programot, amit most ugye itt megcsináltam, ide lekopiztam, és akkor ide betettem, tehát ez egy ugyanilyen program, és ez akkor egy drakonikus chestet csinál, ezt meg is nézhetjük, tehát hogyha most már kell nekem egy drakonikus chest, tehát most éppen van, de azt mondom, hogy kérek még egyet, akkor azt mondom, hogy start, utána itt tudom nézni, hogy mi zajlik. Ugye nem volt elég dolog mindenből, mert hogy itt van, hogy mi kell hozzá, és nem volt elég furnace, megcsinálta a furnace-t. Azért csinálta meg a furnace-t, mert itt ezekre a molekulál assemblerekre, ezeket így hívják, ide is lehet programokat tenni, és mint látjátok, ezeket a programokat már én ide tettem, tehát ilyen alap drakonikus dolgokat, amúgy ott a háttérbe csinálja a chestet, meg majd ez is kell nekünk, ha bővítjük az energiatárolót. Szóval ezeket megcsináltam, már hol van? Aha, itt van például a furnace. A furnace az 8 cobblestone-ból készül, de nem kell mindig oda menni és ott berakni, mert erre jó az az interfész. Ugyanezeket látom itt is, és itt szépen el tudom szórni. Ez nem tudom, mi ez a nothing, de valahol van egy interfész, amit tudnék mintát tenni, de ez a kettőt használjuk, mi hát a mini chestet, meg ezt a, hát ez nem egy, hanem összesen 6 darab ilyen ugye mindegyikben van talán 8-9-10 program, és összesen ennyit tudunk tárolni, de később tudunk csinálni még ilyet. Ugye ezt lehet többféleképpen is, lehet ilyen csillagba, tehát ő kraftolja le, látni is benne, amikor lekraftolja, többféle interfészt lehet rátenni, most egyet tettem, ennek az az előnye, hogy gyorsabban kraftol, tehát ha több programot futtatsz egyszerre, akkor is egy interfész csak egy ilyet használ. Ha több interfészt teszel, akkor lehet, hogy várakozni kell erre a kraftolóra. Ezeket lehet gyorsítani gyorsítókártyával, most egyelőre ezt még nem tettem meg. Hú, ez gyors volt. Azt hiszem, hogy ez a lényeg. Kicsit futott a szerver, mert hogy átköltöztem egy szerver, de még nem ilyen éjjel-nappal futóra, hanem csak így kipakoltam meg is, amíg a gépen fut, akkor hogy az is fut jó részt. És mi ez neutrónó? Most már 29 van, ami már használható mennyiség.
És ugye a tehenek világába történtek minimális változások, és ezzel is akarom kezdeni. Szóval elindult ez a vagy elkészült az Evil Infused Iron, meg a Stellar Alloy. Ugye megmutatom mindjárt, hogy ez miért fontos. Tehát ez ugye a Liquid Dead-ig jutottam, a Stellar Alloyhoz kellett mellé tennem Melodicot, és az Evil Infusedhoz meg Iront. Iron és izé. Hát nagyon, ez az Evil Infused, ez nagyon-nagyon ritkán jött. Most van egy, meg van egy kicsi itt, de elég sok volt már, most majd nagyjából kiirtottam őket. Ja, most már nincsen ilyen Ironos együtt. Na mindegy, ez ritka. Breed ready. Ja, mert hogy most fölött fel. Azért tettem külön, mert nem akarom, hogy ezek itt véletlenül is egymással összeházasodjanak, úgymond. Ezért most olyat keresek, ami breed ready. Ugye itt írja, hogy még 16 perc van, legalul megadja fölötte. A következő mi ez is, hogy mondjam? Stellar Alloy, nincs más Stellar Alloyom. Tehát hiába van ő készen, most nem tudok olyan Stellar Alloyt, ami elkészült, vagy csak ez a három van. Jó, hát azt meg kell várni, az egy negyed óra. De arra gondoltam, hogy mivel ezek ilyen lassan jönnek, tehát csak ez az egy van, és igazából mit vagyok a végén? Tehát, hogyha ezeket össze tudnám hozni, már megvan ez a Infinity valami, és ez lenne nagyon fontos. Amúgy ez a Stellar Alloy sem rossz. Várjál, hol is néztem. Nézzük előbb meg ezt az Evil Infused-ot. Ja, ezt meg sem néztem. Egy ebből mit lehet csinálni, egy jobb gombot nyomok rajta. Tehát ebből ilyen gyorsítókat. Mondjuk ez a gyorsító, ez tényleg gyorsít. Bár Excel Utilities annyira nem használunk. Ezt nem tudom mi. És mi van még? Hát ezt lehet csinálni, és ez mire jó? Arc Furnace, szét lehet szedni, valószínűleg valami energiatároló, lehet 40 000 RF, lehet, hogy szabel, lehet, hogy valami kardnak a dolga. Aha, és ez, ja, ez, hát meg, ja, tehát ezek úgy nézem, hogy elég jó anyagok, 13-as mining speed az elég jól hangzik, szóval ez egy elég jó tinkerses anyag, de annyira nem használjuk. A Stellar az, ami még érdekes, ugye az a másik tehenünk, a Stellar Alloyból lehet csinálni, kérem szépen, egy olyan kapacitort, amivel elég jól felturboznánk a gépeket, meg olyan konduitot, ami 2 trilliárd, biliárd, vagy nem tudom, mikro i, azt gondolom ugyanolyan, mint az RF-et tud átvinni, meg elég jó armort. Szóval ez itt érdekesebb lesz, meg hát, ha mondom, az Ultimate anyagra gyúrunk nagyon. És arra gondoltam, hogy őt egy kicsit, most 2 evilünk van, többet nem tudok csinálni, vagy hát nagyon lassan jön, ezért meg kéne vetni egy trükköt. Mi lenne? Miért jövök ide? Van nekem ilyenem. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk egy spawnert csinálni belőle? A spawnert lehet csinálni, kérek szépen, így, igazából, hogy kell egy soul vial-be beletenni egy tehenet, tehát egy tehenet feláldozunk, és akkor átalakul kell, az egy broken spawner, amit azt hiszem, hogy nem így tudok, de valahogy láttam a receptet. Várjál. Spawner. És azt hiszem itt van az elején. Igen, tehát hogy őt meg lehetne csinálni, és ugye mivel van dragon tojásom, hát egy volt, most már nincs több, akkor következő ez a... Vagy ezzel tudom átalakítani, ilyenem van, de az... Hát azt is lehetne. De nézzük meg ezt a Soul Wild. Ebbe valahogy jobban bízok. És nincs ilyenem, szolárium, de ez lehet valahogy soul powder, oké, nem, valahogy lehet csinálni, szerintem kell hozzá ilyen gép, aha, tehát soul sand és gold, hát azon meg mindegyik van, nem a kompresszált, hanem sima soul sand és gold. Ugye ebben a gépben ezelőtt electrical steel ment, az is jó lesz. Írtátok, hogy ilyen csirkét is lehet csinálni, hát lehet, tényleg apropó csirke. Elkezdtem egy kicsit játszadozni, csináltam gasztír csiken, de ő a lényeg, hogy kobaltot szeretném felnyomni, meg itt csinálok magma krémet, mert az meg kell majd az artite-hoz. Hát ez ideig telik, tehát látjátok, hogy még jele sincs annak, hogy elérnénk, hogy közelbe lenne a 10-es, nagyon-nagyon lassú, de igazából ez nem is olyan fontos. A lényeg az itt van, nem tudom miért csak gasztot, csak meg kevés van.
Majd lehet lecserélem. Drakónium az megy 1000-rel, és apropó drakónium, van 766, szerintem ez elég ahhoz, hogy megcsinálják a legnagyobb tárolót, amit aztán utána nem látunk, mert akarják a fák. Teljesen fölösleges, mert hogy van energiánk, de még nem csináltam a legnagyobb tárolót, és lehet, hogy annak neki is állok mindjárt. Meg ugye ezt is lehetne fejleszteni. Ja, csak ennyi. De közben, tehát van terv a közeljövőre, ez a Soulwire. Hát, mai részben biztos nem férnek bele, azért igyekszem. Ja, meg hát ezeket is lerakhatjuk, mert már így gondoltam, hogy ezt majd bővíteni fogom. Nem is tudom már, mit akartam. Ugye ide tettem a drakonikus chestet, hogy a maradék csirkét beletegyem, aztán rájöttem, hogy ezt nem tud sorba tenni, szóval mégsem a legjobb volt, de jó nagy cserében. Lehet, hogy ilyen krétet kéne nagyobbat csinálni. Ó, nem tudja eltenni a melodikot, mert hogy már ugye ilyen csirke, ilyen tehén már van, de itt még nincs betéve. Patty. Oké, hát már csak egy hely van, aztán megint valamit bővíteni kell. Ezeket miért hagytam itt henteregni? Ne kérdezd. Jó. Ugye Soulwire-le le tudjuk kapni a tehenet, de kell nekünk valami Soulbinder, azt hiszem így van, ő kell nekünk. Hát nem is olyan vészes. Csak egy Soulaten. Jó, na várja, akkor így nyitjuk meg, és akkor nézzük, hogy kell egy Soulbinder, tehát ezzel fogjuk összerakni a spawnert ezzel a tehénnel, csak ez eléggé bonyolult, ilyet tudunk csinálni? Ilyet tudunk csinálni, jó, ezt mindjárt kiégetjük, és őt tudjunk csinálni, őt nem tudunk csinálni, mi kell hozzá? Quartz, ja nem, Soulpowder, és Organic Brown Dye, oh my gosh. Soulpad, oké, ezt le tudjuk találni, az nem gond. Organic, ez mi? Várjál, ehhez kell valami Twinks and... Szóval slime-unk van, az nem gond, de mi ez a Twinks? Ó, ilyen shrubom volt valahol, amikor nyitottam egy ilyen chance cube-ot, akkor rengeteg ilyen shrubot dobott, és szagmill kell. Szagmillen meg valami béna lehet, hogy van. Nincsen ilyen shrubom. Hogy írták? Shrub. Itt van, van is-e. Hú, nagyon jó. És akkor őt kell ledarálnom, de előtt, hoppá, nem tudok csak így beugrani az ablakon. Miért nem üvegeztem be ezeket? Tényleg nem is tudom. Na, és akkor amit le kell darálni, az néhány ilyet. Mondjuk lehet, hogy 3 az pont elég lesz, azt be is darálja. Oké. Okay. És sagmill, vagy hogy mondják, ott itt van-e. Itt van, emlékeztem, hogy ilyet is nyitottam, gyerekeket, hát a nyitásokkal annyi minden jön, hogy gyakorlatilag nem is kell más, csak cuccokat nyitogatni, mármint ilyen izéket, bőröndöket, vagy mi. És akkor ebből csinálok párat, szerintem olyan 16 kellett, vagy mennyi, vagy annyit. Annyi várja, Soulbind, és ez a porhoz kell, pontosabban a Soul Powder, nem a Soul Powderhez kell, mert hogy ezt most arra, arra ilyen is kell. Na, hogy hozzá kell Alloy Smelter mellé tenni 6-ot, nem 12-t, mert hogy 2 kell, és ő hozzá meg sima Pulverized Coal kell, ami lehet, hogy még van is, Coal nincs, mindegy. Azt is darálunk egy-egy gyorsan, bedobjuk, ő ledarálja, közben őt kivesszük. Na, nyitok még egy Alloy Smeltert, mert ilyen szimplák vannak, ezeket is kéne, lehetne upgrade-elni mondjuk így, csak most jó meg vagyok így is, és akkor itt volt az, hogy kell nekem a darált, meg slime-ból, és akkor ebből tudod csinálni olyat, hogy őt meg őt házasítjuk, akkor jó, meg lesz az organik valami, ezeket csinálja, ő is van, és akkor őt is házasítjuk, amint elkészül. Na, 10 van, ha meg is állt, jó van, nem is kell több, és akkor őt is a slime-mal összegyúrja, hát ebből 2 lesz, de nekünk nem is kell több, szuper. Nem, 8 kell neki. Tehát mindegy, ez a 2 jött be, és nem is kell messze mennem, na akkor még egyszer ez a spéci cucc, így meg is van, szuper. És mit kellett kivel csinálni?
Ja, igen. Egy induction smelt. Oké, alloy smelter is jó lesz. Akkor összerakjuk ezzel a kettővel. Ő már nem dolgozik. Tehát őt, meg őt betesszük. Na, valami történik. Na, és megkészült a Soul Machine cases. Solarium is kell még, de megint miért megyek el arra? Na, és azt hiszem, hogy minden megvan ahhoz, hogy elkészüljön a Soul Binder. Na most neki is tudja, hogy kell energia. Itt tökéletes helye van. Ó, neki kapacitor is kell, de azom is van. Méghozzá van egyen nagyobb is valahol. Hát nem itt. Itt vannak a teheneknél még elszórva néhány jó, szép... Ó, itt is van. Itt is van, ez nem is a legkisebb. Ugye a kapacitortól ezek gyorsabbak lesznek. Hol is itt vagy? Így. Így egy kis időt tudok spórolni. Ott van. Jó. Feltölt energiával. És akkor kell ide ő. Na nem, ő kell. Ajaj. Ja igen, itt azt írja, hogy össze kell törni, és úgy Soulbinderrel házasítani. Jó. Most összetörtem. Nem tudom, mi lesz ebből. Aha, most már be tudom tenni. És nézzük ezt a csirkét. Csirke? Beszélek ezt össze-vissza. Evil Infuse. Őt fogom betenni, mert ő még messze van a breedeléstől. És ő belőle kellene nekem sok. Na hát, gyerekek, ez a nagy pillanat, hogy működik-e ez így. Use player XP, ezek szerint XP is kell neki, és akkor elkezdődött a fantasztikus sebességgel. Ó, energia az out of... Úgy látszik, ez valamiért nem tud elég energiát átadni, vagy ez a... hogy én vagyok túl azért, türelmetlen. Hú, milyen hangja van. Hú, de amúgy baromi jó, itt forog, meg hörög, meg pörög. Azt a mindenit. Na most két lehetőség van. Egyik, hogy tök jók vagyunk. A másik, hogy egyszer most csináltunk egy irtódrága, sima tehén spawnert, most lepakolok, azt mindjárt kipróbálom. Kell még egy flux point, van a tatyomba, de mindegy. Na, hát kíváncsi leszek, ugye, ez most így lesz, nem tudom letenni. Ajajajajajajajaj, mit kell ezzel még csinálni? Nézd, azt írja, hogy még valami össze kell kraftolni valamivel. Ugye a legjobb lenne akkor már a kaotikus core, de azért ilyen shardunk még nincsen. Jó, de ez szerintem meg lehet. Ezt meg lehet csinálni. 4 Wyvern core, 5 Awaken Draconium, meg egy Nether Star, tehát akkor a programhoz átmegyek. Tehát kell egy Nether Star, ezt kitöröljük, egy... Mit tesz ide? Egy Nether Star... Össze-vissza megy. Mert ugye ez az elsőnek annak kell lennie. Aztán a Waken izéből kellett azt hiszem 5 darab. És ilyen Wyvern Core-ból meg 4, de abból ahhoz, hogy még a programot is megcsináljuk, kell még 2. De mindegy, ezt most megvárjuk, amíg a szuper jó gépünk összerakja, ugye? Most te kezdted el? Vagy ezt most kraftoljuk? Várjál, nézzük csak meg. Core. Ja, azt akkor kraftolni kellett. Oké, azt hiszem így volt, de azért mindjárt megnézem még egyszer. Tehát 5 Draconium ingot és 4 Wyvern Core. 5 Draconium ingot, meg 4 Wyvern core. Oké, és hát ugye most még fogalmam nincs, hogy lehet alma akár, hogy tehát nem tudom a programba beletenni ezt az eredményt, ezért almaként programozom le, bármilyen hülyén is néz ki. Beteszem, hogy a mini chestbe tegyem meg, és hogyha most idejövök, és azt mondom, hogy szeretnék egy ilyen apple-t, mondjuk a kraftolót mutasd, és kraftol-e nekem egy almát, akkor ő a program az be fog halni, mert hogy elkezd az almát kraftolni, de nem alma lesz belőle, ezért megáll, de ez nem gond, mert nekem csak az kell, hogy megcsinálja helyettem, így nyilván csinálja is, kicsit segítünk rajta, és utána ki is veszem ezt a receptet, visszateszem, ugye visszatudjátok ide tenni, akkor hogy vissza is tölti,
És most már elméletileg megvan az új kór, így van, szuper, betesszük, felülírjuk ezt a receptet, jegyni, és már is, tehát most már, hogyha szeretnék ilyen kort csinálni, leveszem ezt az egyet, hogy egyszerűbben hozzáférjek, mondjuk 10-et, mert biztos, hogy kell ilyen, akkor elméletileg most elkezdett nekem 10-et gyártani. Nézzük csak, aha, nyomja rendesen, legalábbis az elsőt. Várjál, kicsit rásegítünk. Azt hiszem, hogy most az energiatöltéssel megy sok idő. Nem is a pörgetés, az hama megvan, csak kíváncsi vagyok, hogy elkezdi a másodikat is, egy megvan, kezd el, ne égess be. De beégett. Csak egyet csinált. Nem, elkezdte, jó van, csak kellett egy kis idő. Ez gyerekek, ez tökéletesen működik. Tök jó. Töltsed már. Második is elkészült. El is tűnt. Kezdte a harmadikat. Még talán hármat nem is csináltam semmiből. És beteszi, és megy, és jól van. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. De nekünk ez most nem is érdekes, mert hogy elkészült ez a kór, ügyni. Ez egy elég drága cucc volt. Hát, na. Most már ma már másodszorra képzelem azt, hogy megvan, de lehet, hogy ez olyan drága volt, hogy ennek nem is kell energia. Próbáljuk ki. Tehát ezt most letettük. Ó, igen, megcsináltuk a legdrágább tehénkészítőt. Ettől féltem. Elhasználtuk a jó kis drága tehenünket, és csináltunk egy valami drága tehénkészítőt. Ajajajajaj, hiába. Ja, igen, mert hogy mire átalakult a sok mod között, elveszett az a beállítása, hogy bizony ez egy Evil Infused Ironnak kellett volna lennie, kicsit laggolok, nem tudom miért. Na, ő breeding ready van. Ez jó. Akkor, hát ezt megszívtuk. Na most. Te figyelj, te breeding ready vagy, meg te is. Hm? Még az lehet, hogy azért nem kapnak kaját, mert néha úgy gondolja, valami oknál fogva, hogy túl sokan vannak. Így egy kicsit lejjebb veszem a létszámot. Na, úgy látom, aha, jó. Szóval van még egy Evil Infused Ironunk, ez nagyon jó. Akkor titeket el is viszlek arrébb ide, ahol nincs kaja, azon a részen nincsen. Na, gyere. És szerintem itt nem fogtok most már gondot okozni, őt meg megvárjuk, míg felnő. Hát ne, sajnálom, hogy nem jött össze. Látjátok, most így nagyon lassan jön ez a zé. Most, hogyha ő megint, tehát megint eltelik egy óra, közel egy óra, neki is egy óra, mind a kettőnek egy óra, úgy látszik, hogy összeszinkronizálódtak. Nektek mennyi van hátra? 15 perc, ő meg ready. Tehát, hogyha ő felnő, akkor megint jó. Új sztelár nem készült. Jó van, egy kicsit megint tisztigatunk. Azt hiszem, még egy-két melodik alóit megmentek, mert hogy van helyem, múltkor nagyon beépítettem itt sokat, és mire legyen 4 melodik alói. Az többi meg most nem kell. Ami kell még nekem, az több ilyen Evil Infused Iron, és ugye az meg a Liquid Deadből van meg az Ironból, tehát azokat meghagyó, illetve Stellar alól se az ártana, az viszont a Metallic és Liquid Dead. Ja igen, azért vannak itt, ja jó. Tehát akkor vagy Melodic vagy mi, tehát akkor ti maradhattok, viszont igen, Stellar alóit nem nagyon látok. És eltakarítjuk a sikertelen kísérlet nyomait is. Elég drága volt, de hát igen, néha bukni kell. Ezért még van egy lehetőség, ez a Powered Spawner, ez is elméletileg olyan, csak ezt is az Anvilon kell összerakni. Viszont mivel itt nem list, tehát itt ez, ebből a spawnerből, érdekes, hogy Ender Isle spawnerek, pedig drakonikus cucc kellett hozzá, na mindegy, hogy ez a spawner, ez nem írja ki, hogy mi van benne, ezek kiírják. Tehát ebből gondolom, hogy a tehén az csak tehén lett, tök mindegy, hogy milyen altehene van, de ez lehet, hogy okosabb. Itt van valami cost multiplier, ez nem tudom, mit jelent, de nem tudom, lehet, hogy ezt ki kéne próbálni. Kipróbáljuk.
jó kérdés. És akkor van még ő is jó valamire. Ja igen, ővel lehet csinálni a spawner changer-t, de szerint félek, hogy es, hát nem tudom. Na kell nekem egy spéci cucc, ez a Z-Logic controller, mert hogy akkor megfogom én mégis csak ezt próbálni. És úgy emlékszem, na, úgy emlékszem, hogy valahol itt volt, vagy lehet, hogy már elvittem, hogy valaki dobott ilyet. Ó, itt is van, pont ebbe az utolsóba volt. Jó, és ami még dolgozok, az valaminél most elkezdett laggolni. Lehet, hogy ez a server setup az ennyivel rosszabb, mint hogy a saját gépen fut. Ez a Soul Machine megvan, oké. És még ilyen kell nekem, amiből ilyen nem ez, hanem hogyha megnézzük a spawnert, ugye ez a Vibrant, vagy hogy hívták? Na itt van a spawner, ő benne, ez a Vibrant kristályhoz kell ilyen Vibrant alloy, pár darab, ú, de lassú vagy, meg kicsit segítünk. Kettő szerintem elég lesz, és akkor a kezeket szétszedem ingotra, vagy nuggetre, és kell még, mi volt az? Emerald. Emerald, meg ilyen. Tök, meg is van a kettő, szuper. Na, lehet, hogy meg is tudom csinálni, ez akkor egy spawner, és meg is tudom csinálni. Jó, azt írja, hogy a broken spawnerrel, akkor most kell csinálnom egy broken spawnert. Ajjajajajaj, mert hogy ez már stabilized. De ezzel az a baj, hogy kell egy monster spawner, amit széttörök, és ahhoz meg kell a csirke. Jó, öljük meg a csirkét. Ledobom ezt a cuccat. Ezt még nem sütjük el, jó? Úgyis mindjárt upgrade-eljük őt is a maxra, viszont elmegyek és csirkézem egyez. Ahhoz meg obsidian kell. Obsidian meg tojás. Egg. Ez a csír, ez sem lehet ám itt sokáig. Mi ez a dragon egg? Az is valahogy máshogy kéne csinálni, mert hogy ilyen csankokba is lehet, három csankból lehet, ami ez is sok ilyen kell. Oké. A maghoz, mondom, a maghoz kell négy dragon skill. Aha, tehát ezt a dragon dobja. Szerintem ilyenem még nincs. De van. És marad egy, szerintem ez még korai öröm, mert hogy ő hozzá is tuti kell négy, így van. Jó, tehát akkor ilyen a dragon skillt viszont szerintem nem lehet tojásból csinálni. Tehát így van megoldva, hogy ó, de mi van itt? Tehát így van megoldva valószínű, hogy hiába csinál az ember egy ilyen termelőt, ami elkezd dragon tojásokat csinálni, nem tud belőle újabb magokat csinálni, mert a újabb magokhoz mindig meg kell ülni egy-egy csirkét. Jó van, ez most mindegy is, nekünk egy elég lesz, mert fel tudjuk gyorsítani. Új emelkedésű eszembe, hogy van az a teleportáló van, de ezzel tök gyorsan fel tudnánk menni, meg hát teleportot is akartam csinálni, ja már emlékszem, na mindegy. Na és ugrunk az endbe, és itt is vagyunk. Hoppá, működik itt a... Kérem itt a mágnes, méghozzá túlságosan is jól működik. Szerintem jobb lesz, ha leveszem. De olyan szempontban lehet, hogy mégsem, mert hogy... ez mind ide jön. Ja, mert amikor robban, akkor megmaradnak. Ah, szuper. Szóval, hogy azért lehet, hogy jó, mert a tojást is akkor tutira el fogom kapni. Inkább egy kicsit tisztogatom a környéket. És találtam tojást. Megöltem úgy útkor a csirkét, hogy nem hoztam el a tojást. De jó. Meg is érte jönni igazából. Mehetnék is. Na, még körbenézek, hát ha találok itt még jó cuccokat. Szépen jönnek rám a dolgok, de nem baj, egy kicsit takarítunk. Aha, egy szívnél már nincs több. Jó van. Na most már csináltam helyet, szuper. Lehet, hogy itt ők most itt páran megsértődtek rám. Szerintem ezt megbeszéljük. Gyup. Hát nem is kellett volna obszidiánt hoznom, főleg, hogy elfelejtettem a gyémántot. Na, egyet azért harcoljunk már, várjuk meg, amíg
amíg kinő, elbújunk a kocka mögé, figyelj, nem fog észrevenni minket. Ha, de jó. Chicken stick, nem felejtettem ám el, á, de hogy is, itt van a tatyomba. Mondd, hogy itt van a tatyomba, úgyhogy itt van, jó van. Hű, majdnem elfelejtettem. Oké. Gyere a közelbe, vagy robbanni fogsz. El kell bőjön. Ó, nem. Ez Málő pedig még ki se kelt. Nagyon jó. Tyuk. Na most, jó. Most ki kell. Lecsaptuk. Oké, és akkor jöhet a lézer. Annyit elmiket lövöldöz ez. Gyere. A lézer azért az nagyobb. Ó, tud repülni. Milyen csirke az ilyen. Jó. Csirkék azért nem tudnak. Főleg ilyen nagyok, nem. Oké, meg is van. Jó van. Ó, látom, pára megint megbánt. Meggyűlt a bajom. Gyertek. Hű, XP hegyek. Ez kell. Na most már akkor van 2 tojásom, 8 ilyen szkélem. Szerintem minden megvan ahhoz, hogy hazamenjünk. XP. Miért van csak 38 XP? Múltkor 100 volt, biztos meghaltam. Na, akkor megint a mágikus tatyó, mert hogy visszafele szerintem egy kicsit gyorsabban megyünk, mert hogy van egy ilyenünk. Pudum. Mert hogy vissza is értünk. Ugye múltkor egy ilyet nyitottam, és beállítottam, hogy itt legyen a... Mitől van ez? Már látom. Igen. Jó van, megvan. Tehát betelt, le kell vennem ezt a mágnes, de betelt ez a Monster Spawner, és kicsit sok item van, na egy, meg kell, még mindjárt megnézzük, hogy mit telt be, nézzük csak meg, igen, hát ez a baj, amikor az ember szerveren futtat, jó, egy kicsit elpakolok, azt rendet teszek. Na már csak 620 elem van, ha jól számolom, azt hiszem az ott felül, bal felül az az elbetű, 650 elem van, ja, hát van még pár. Na mindegy, szépen ezeket a páncélokat, szerintem a többi elfér, valószínű, hogy a stick megtelt, szerintem a solidifier ez elfér, csak idő kell, míg elmegy a helyére, hát majd lassan mindjárt konszolidálódik a helyzet. Van egy void upgrade-em, ezt hát mindegyikre kellene tenni, de mondjuk a stickre különösen, mert hogy az megtelt. A többi viszont most már úgy látszik, hogy boldogulok, ugye itt segítek egy kicsit helyére tenni, tehát itt kézzel viszem el, a szemeteket meg beteszem kézzel, de azért a trófeákat nem, az gyűlni akarom, mondjuk van baromi sok, de azért mégiscsak legyen meg, na, úgy látszik, hogy már csak pár ezer lebegott, nem ezer, most van 250, na, szerintem ez most már lassan megjavul. Na most akkor már van 9 dragon scale-ünk, nem csináltunk már egy magot? Na mindegy. Hol van az a izé? Nem a maga lényeg, hanem őt kell megcsinálni, egy darabot. Szuper. Miért emlékszem úgy, hogy csináltuk meg egy magot? Nézzünk csak körül, biztos. Nem volt az arrébb. Nem csináltuk meg, csak ebben a terminálba hagytam. Jó. Tehát most elméletileg itt a szuper hiper gyors helyen nyugodtan lecsiphetek mondjuk. Ja, nem is ezt, nem is kell azt kiütnöm, hanem ezt itt leütöm. Ide teszem a magot, ami még nem fog kinőni egészen addig, amíg ezt alá nem teszem. Így néz, szuper. És én most egy kicsit így, vagyis így lebegek, akkor tudom csapkodni. És utána akkor ide a programozóban be tudom... nincs már hely, gyerekek. Oly, nincs már hely. Akkor ezt külön helyen kell majd megtennem. Ugye ebben a kraftolóban van egy szűrő tudtommal, az extract nem is, az insert, az ezen kívül minden lehet, ez nem olyan jó, mert hogy ide is beteszi akkor a dragon egget, tehát akkor azt mondom, hogy ezt a Prince Ransom kívül ezt se tedd oda, mert akkor most azt nem tudjuk leprogramozni, hanem ő belé tegyük. Szóval most az essence-et közvetlenül ide tesszük, de nem olyan vészes, mert van 28, tök, abból tudunk csinálni pont 3-at. Jó, tehát ennyi rövid ide alatt már tudtunk csinálni egy dragon egget. Jó van. Ezt majd még később javítjuk ennek a kihozatalát, de most nem ez volt a lényeg, de nem is kell lesz, hanem hogy csináljuk ezt a spawnert,
még egyet, és utána rögtön össze is törjük. De várja, lehet, hogy mégsem lesz ez jó. Spawner Seeker, mik vannak itt? Na, azért nem lesz jó, mert hogy most látom, hogy ezt Broken Spawnerrel össze kell húzni, de biztos vagyok benne ahhoz, hogy ebből állatot tegyünk, az összetörés után kell átváltoztatnunk, ahogy az előzőnél is, és az előző módszer nem vált be. Tehát tudjátok, hogyha most a Broken Spawnert össze át kell változtatnom tehenesre, hogy utána ezzel kombinálva legyen egy spawnerem. Ez nem jött be. Tehát van egy másik módszer, akkor marad ez a Spawner Changer, és ilyenem is van valahol. Na most megint el fogok rontani egy Infused Iron-ost. Ha csak nem, előbb mással próbálom ki. Igaz? Ez túl drága. Ilyen Stellar, meg ilyen máshol nem jött, csak ezek. Na mindegy, egy Iron-ost. Iron-ost beleteszünk, tehát most ő Iron. Tehát ha elméletileg én ezt a sima spawnert leteszem, Monster Spawnert, ugye? És ezzel ráklikkelek, megint tehén. Nem tud ez sajnos rendeset spónolni. Hát ez most egy gyenge spawner, tehát ezt a tehenet is gyengén spónolja. Sőt, nem is spónolja, lehet, hogy itt is messze kell mennem ahhoz, hogy kispónoljon valamit. Ja, mindegy, nem működik. Ott hagyom, de látszik rajta, hogy nem, mindegy, közel megyek, megnézem, hogy nem lehet egyszerűen szerintem olyan spawnert csinálni, olyan tehenet hoz, amit én szeretnék. Na de közben, jelen várja, itt van eldugva az én tehén cipelőm. Szóval van itt nekünk egy olyan, aki készen áll a breedingre, és már ez is, ő is készen áll. Így is van. Na, valami. Valami jót mutastak. Még egy Evil Infusion. Ez nem olyan jó. Ugye Evil Infusionből kéne tovább lépnünk, ez 26 perc, ez 56 perc, itt meg van egy kölök. De ő is mikor nő fel 20 perc? Hát körülbelül 20 perc múlva akkor, mert ő készen áll, megint megtehetjük ezt. Ebből meg még mindig nincsen tehén. Szóval nincsen shortcut, gyerekek, ki kell várni, nincs mese. Közben nézem azt, hogy a Viverből föllépjünk Draconicra, ahhoz kell nekünk Draconic szintű Infuser, tehát ami most van, ez nem elég. Na és az hogy kell a Viver Draconic, vagy vele így keresem, hogy Infuser, ugye? Úgyis nem. Így nem mutatja meg. Akkor Draconic, talán így itt is van, mert hogy ez Fusion Injector. Én mit írtam a múltkori címben, nem ezt? Tehát akkor kell egy ilyen receptet csinálnunk. Akkor egyet kiütök. Várja, mielőtt még kiütném. Ez hány kell? 2, 4, 6, 7. Tehát akkor bőven kiüthetek, mert 12 van. Akár még 3-at is simán. Milyen jó lenne, hogyha ezt én így bele tudom tenni. Azt a mindenit. Te turva. Így nem is kell almással játszadozni. Ez mindig ilyen volt? Hát miért nem szóltatok? Oh my gosh. Ja, és akkor annyi, hogy a 3-at ide betesszük, mert az azt alakítsa át, és akkor már mit írsz át itt? Na, ő belül nem itt, hanem jól jelent meg, itt megjelent, szuper. Szeretnék 3-at. Start. Na, csinálja. Elkezdte. Szuper. Most robban be mindjárt a 3., ez is megvan. Jó, és ha minden igaz, most már itt kell látnom. Mondom, itt kell látnom. Miért nem látom? Üres. Most megjelent. De érdekes. Érdekes. Quest. Oppa. Jó, akkor ezt így kell letenni. Meg így nem. Oké, téged meg. Szerintem inkább kiütlek, mint hogy most megkeressem, hogy hol van az a wrench, amivel át tudlak alakítani. Jó van, akkor szerintem ez ugyanezt megcsináljuk a többivel is. Nem jó. Elfelejtettem, hogy shift jobb klikkel át kell állítani single módra, különben nem működik, és bele is hányt mindent. Ezt ti ne felejtsétek el, ha ilyet csináltok, jó? Ezt csak azért szóltam még egyszer, de meg miért dobottál oda le? Na? Jó van, de azért nem olyan lassú széttütni, oké.
azt nézem, hogy ez a leszedő valami, ez nem fed 7 KF, előbb csak 4 volt, most 7, aha. Úgy látom, hogy ezekkel a nagyobbakkal több energiát le tudsz szedni. Tehát a Viveresnél ez csak 4 volt, most, hogy ez már ilyen drakonikus, vagy hát következő szint, azt hiszem drakonikusnak hívják, ez most már 7. 7 FE. Nem tudom, hogy az FE az mi egész pontos, hogy az RF-hez milyen konstellációban van, hogyha 1 az 1, akkor az olyan 7000 KRF. Szóval nem túl gyorsan szedi le az energit, de azért nem kell sokat várni. Mert ugye itt is megvan, hogyha például ilyet akarok kraftolni, akkor vagy hát infuzálni, vagy fusionálni, vagy mit mondják, akkor körülbelül 2 millió RF kell neki, ugye ezt előbb beszívja, de gondolom, hogyha valami nagyobbat csinálok, azok se vészesek. Na, a következő kérdés, hogy mi ez, mi kell? Dragon Egg, ez nem gond, ez a Chaotic Core, ez az, ami Chaos Shardunk nincs. És azt... látom, hogy nem is lehet termelni, ahhoz bár majd a káosz csirkét meg kell ölni. Ez most talán nem gond, végzett. Jó, mert hogy egyelőre nekünk ez a szint elég lesz, még nem lépünk a káoszra. Beraktam, shift-klikkel, single mode, oké. Na, nagyon jó. És ugye megtanultuk most az előbb, Viver páncél, hol vagy? Viver páncélt betesszük. Betettem a tehén cipelőmet is, na mindegy, hogy mi ilyet, egy receptet könnyedén be tudunk rakni, nem? Hát ez már teljesen le van esve az állam, hogy ezt így meg lehet csinálni. És így pikpak meg tudom csinálni az összes programot, és csak néhány klik, és meg lesz a páncél. Ugye ennek a hátránya, hogy ebben nem fér el azért végtelen számú program, még egy fér bele, de lehet, hogy ezeket majd kiveszem, mert hogy nem kell egyszerre ennyi minden. Na nézzük, hogy akkor ez működik, vagy kiírja, hogy hiányzik ma a Wyvern Helm. Tehát most raktam be direkt, azért itt van Wyvern Helm. Jaj, csak a végén lehet, hogy ez ilyen, ezért lesz kukacoskodó, hogy ez lehet valami más státusz, hogy fel kell tölteni, vagy lehet, hogy pont ez a baj, hogy fel van töltve, vagy a más lett az paramétere. Aha, ez itt mindenhol baj. Na most csak a poén kedvéért kíváncsi vagyok, mi van, hogyha csinálok egy, várják el egy Viver Core, ez le van izébe programozva, tehát hogyha csinálok egyet újra, és valahogy úgy megpróbálom kiszedni, hogy ne szedjem ki, tehát, hogy így rögtön betettem, aha, tehát ez nulla a charge-ja, ugye a harmadik felülről sor, nehogy feltöltsd, mert ugye ide lehúzom, mindjárt feltölti. Na most, nem is akarok elmenni, szóval, hogyha helmet nézek, most ez megfelel neki? Úgy néz ki, hogy így igen. Jó, hát akkor ezt mindegy, ezt megtehetjük, most nem fogom itt lemeríteni a izéket meg kivenni, mert ugye programból ki tudom venni, vissza tudom tenni, de egyszerűbb, hogyha egy gyorsan megcsinálom ezt. Most elindítottam a melvértet. Mi van akkor, hogyha nem várom én meg? Most már kíváncsi vagyok. Na, ja, hogy eltűntek a programok. Igen, mert hogy kikapcsolt az interfész. Jó. Ez az érdekes, hogy nézd, itt van a Draconic Helmet. Ezt mindjárt fel is töltöm. De azért a kraftoló receptet letettem elé. Majd várja, mindjárt visszajön. Ha megvan a Draconic Helmet, szuper. Tehát itt is, várjunk, tehát itt megjelent, itt van a chestplate, de mellett itt van ez, tehát nem fogadja el a kettőt ugyanezek, hát ezzel itt a töltöttségi szinten mindig voltak problémák, kicsit nehezebb értelmezni, de mindegy, na ezt is gyorsan elindítom, nem, ez nem fog menni még. Most feltöltöttem már 3 cuccot, most még készül a cipelő, és gondoltam, hát ha megrántjuk ezt a tárolót, de nem. Nem tudjuk megrántani. Ez a 80 KRF-es, ez nekünk most annyira bőven elég, még sok is, sőt ez a tároló is annyira jó, hogy nem kell ezt bővíteni, abszolút. Mi épp ezért fogjuk bővíteni. És ahhoz, hogy egy bővítsünk, aha, ilyen kell, core stabilizátorból kell, 99 az 18, 36 darab. Igazából már van 4, de mindegy, hadd csinálja. Jó az, ha megvan. A páncél az elkészült. Átöltözzek, gyerekek. Nézzük már meg, hogy milyen ez, ha átöltözik. Amúgy ez a piros, ez tetszett. De azért eznek van egy olyan
tekintélyparancsoló kinézete, nem? De, ó, te ilyen csinkiszkán vagy, nem tudom, de mindketten tudjuk, vagy hát mindannyian, hogy nézitek, hogy durva, és nézd, hogy az öve így kimagaslik valahogy, tehát nem, ez nem egy sima skin, hanem baromi jó, baromi jó. És hát gyerekek, véget ért a pek. Most már így körülbelül sértetetlen vagyok, egy kis túlzással, de elég jó lehet ez. Na nézzük, várjál, hova is tettem én a drakonik beállításokat. Itt a Controls-nál ott a drakonik, gondolom a D betűnél lesz, nem? Nem? A Delete-en van, aha, Delete, így van. Itt lehet akkor beállítani, hogy Night Vision legyen-e? Na, legyen. Auto Feed, mi ez? Automatic Face It Food, persze, az is legyen. Auto, azt nem tudom, minek kéne. Van arm, hogy invisible legyen az armor darabja. Hát az... Aha! Ilyet én meg nem is tudtam, hogy van. Ez lehet, hogy valami újdonság. Na mindegy, nekem ez tetszik, ez az armor, tehát nem kell, hogy ilyen legyen, és még profilok is vannak. De szuper, jó, most hogy lépek vissza? Kibelépek, oké. Okay. File Speed Modifier, aha, repüljünk gyorsabban, ne túl gyorsan, mert ez meg akkor nehéz bármit is csinálni. Flight Lock-ja, igen, hogyha a földön megyünk, akkor is repüljön. Ez egy kicsit idegesítő. Hide Armor nem. Ez mi is? Jó, hogy ez rögtön megáll, hogyha ha repülünk. Tehát most ugye az van, hogy elengedem, most elengedem, 1, 2, 3, és akkor kell egy idő, míg lelassulunk. De hogyha én ezt bekapcsolom, és azt mondom, hogy on, akkor ez 1, 2, 3. Ez lehet, hogy nem is rossz. Ez lehet, hogy nem is rossz. Ez tetszik, tetszik. Oké, használjuk. Aztán mi volt még? Booston, igen, gyorsan fussunk. Ez is jó. A következő, speed módosító 100%. Nem szeretem a maxokat. Booston, sprint, oké. Disable FOV warp, az jó. Ez nem baj, hogyha így nem változik ugye ez a látószög, hogyha hát ez a futás, ez azért lehetne gyorsabb is. De már ezt nem a cipő szokta adni? Ez a Booston, sprint on, speed modifier. 2-es. Aha, így már jó. És végül a cipő, ugorjunk nagy jót. Ez egy kicsit zavaró szokott lenni nekem. De mindegy. 100% boost, bele van, step assist. Ja, hogy ez a felugrás, ezt ne ugorjon, ne. Sütj. Jó ez. És én nem is nagyot ugrik. A repülés az jó gyors. Állat gyerekek, és megszűnt a lag. Igen, hogyha ezt a 600 entity-t az ember kidobja, akkor mindjárt jobban megy ez az egész. Felnőtt a tehenünk, tehát breed ready van. Ja, igen, most rémlik, hogy ezt a cow dolgot én bedobtam ide. Jó, és akkor melyik, aki breed ready? Next usage, na, breeding 33, breeding 3, ő a breed ready. Gyere! Na, elszabadult. Oké, okay, breed ready. Na, gyerünk, mutassatok valami. Nem túl jó. Na jó, visszahoztam, és akkor a következő az 3 perc múlva ő lesz. Szerintem őt át is viszem, mert hogy 3 perc múlva ő nem nő még fel, mert ő neki 20 perc kell, hogy felnőjön. De hogy ez 11 perc. Ja nem, a breed az 2. Ó, ez pont jó lesz nekem. Akkor ezt oda viszem, ők lesznek a következők, és nem kell itt lenni. Ja, megnézem a csirkéimet. Ha úgy, de lassan menne ez a kobalt, ez meg a magma krém sokkal gyorsabb, de hát tudtam, hogy ez lassú lesz. Na de a kobaltot hagyom, és akkor még ezt a tárolót én feljebb nyomom. Ugye elméletileg ez itt a fogyasztón van, és 12 millió RF-et tárol, tehát ha én kiütem a fenti tárolót, akkor is 12 millió lesz a fogyasztói flux hálózaton, tehát mindent tud tovább dolgozni, mint ha mi se történt volna. Ezért ezt megtehetem, hogy kiütöm. Na, akkor először is deaktiváljuk, mert hogy nem kell most már. Azok egy kis földet, mert ezt egy kicsit arrébb kell hozni, mert éppen, hogy ott van. Pont egyel fogom arrébb hozni.
mindegyiket, és ide építem akkor ezt a, hogy is hívják, ja, innen keresem, ez valami, lehet, hogy úgy keresem, hogy drakonikus dolgok, itt van ez a 36, szuper, hú, tényleg a bödönben mennyi van, 15 óra, aha, múltkor még 30 volt, de ah, nem így akartam, mindjárt azokat kiütjük. Amúgy ez, hogy azonnal megáll, ez egy kicsit zavaró. Kicsit megszoktam már, hogy nem áll meg azonnal. Na mindegy. Jó. Nálam van a... Oké, nálam van ez a mágnes. Nem gond. Ja. Egész fura, hogy rögtön megáll. De na. Ja. Shift-tel kell klikkelni, különben megnyitja a menüt. Tehát az, hogy ezt ilyen advanced-re állítjuk, ez igazából... Amúgy baromi szép. Ez igazából akár... nem is számítana, mert hogyha a visszakapcsoljuk is jó lesz, tehát működik a jelenlegi kór is ezzel az advanced-szel, de ugye kipróbáljuk, mert lehet, hogy csak dumálnak össze-vissza, az nincs is igazam. Na és akkor az utolsó negyedik, igen, egy, tök, miért van ennyi? Ja, mert hogy kiütöttem a régieket azért, mert elmetek pont el kellene fogynia. Oké, a földet kiüt. Jaj, nem tudok átütni rajta, még úgy is néz ki, nagyon cseles. Na és elméletileg most, ja, egy ilyenre klikkeljek, vissza tudom aktiválni. Nem tudom visszaaktiválni, mert stabilizátorok nem jók. Akkor hülyeséget mondtam, gyerekek, akkor itt a négyes szint fölött kell nekünk advanced, de a négyes alatt muszáj az a béna, ami ez az egyes. Jó van. Oké, akkor nézzük, hogy mit akarok én megcélozni. Azt tudja, hogy ez itt nem lesz jó. Tehát én ezt le is szedhetem, puk, meg talán ez sem, mindjárt megnézzük. Én szeretném a legnagyobbat. Most látok, várjál, assemble, ja, itt az aktív. Oké, látom én, hogy ez így van. Tehát ez a mag, ez a redstone, ez szerintem így jó, ha jól értem, és igen, mert hogy olyan sötétebb. Jó, és akkor azt kell kívül pakolni rengeteg drakonikussal, ű, de rengeteggel, valami három rétegen keresztül. Jó. 3500 blokkom van. Elég lesz? Én azt hiszem, hogy igen. Na, és akkor körbe rakjuk, de kell nekem az a ő. Ebből is mondjuk meg tudnánk csinálni a Nether Star-ost, ami unbreakable. Na. Csak nem jó, ha erre raktam, de hát mindegy, így is jó, de nehéz így látni. Na most így először egy körbe rakom, bebugyolállom először is, aztán utána megnézem akkor azzal a segéddel, hogy hogyan tovább. Jó, hát ha nem lesz elég, akkor a szívás aktív. Oké, tehát... Eddig, na, bár ezt lekapcsoljuk. Eddig vagyunk meg a következő, hogy hát még egyszer nyugodtan így bebugyolálhatjuk, még egy szinten. Jó, kapcsoljuk ki magunkat, oké. És akkor jöhet ez, hogy ide is pakolunk, ide is, meg fellőre is, meg allúra is. Na most mit mondasz? Hogy láttam, hogy talán még egy mindenfele. De vigyázni kell, mert csak egyet ki, aha, tehát ha ezt kijebb hozzuk, az még oké, de ezt már nem szabad mindkét oldalnál kijebb, értitek? Tehát ezt így kijebb hozhatom, de itt akkor már nem üthetek, mert az már túl széles, ezt itt már manuálisan kell, így eddig. Ez már csak eddig fog tartani, meg a túloldalin is ugyanígy. Nem tudom, mennyire látszik, hogy körülbelül a nagy része megvan, most így egy héjig kell, jelen felülre még kettő, de az már szűkül össze, tehát itt ez, és jelen nem tudok feljebb repülni, és ez. Ja. Tehát első réteg megvan, és akkor most jön a még kisebb, így, ettől lesz ilyen csúcsos. Azt remélem, hogy el fog férünk itt a tetőtől, mert már nem sok hely van. Na, és ezzel megvan a teteje, legalábbis ami a sima drakonikus blokkokat illeti, és akkor itt meg már csak egy szint van. Tehát egy ilyen kisebb, mi ez, piramis rész.
tök jó, véletlenül így... A francba. Néztem, hogy véletlenül letettem, és ez itt villog, akkor ez azért van, mert hogy ez rossz. Tehát ez azt jelenti, hogy amit középen villog, ez is azt jelenti, hogy az ott rossz. Oké, azt hittem, hogy másért villog, de akkor nézzük, mert azt hittem, hogy ez más oka van, de ezek szerint nem redstone-nak kell lennie itt, hanem akkor minek? Aha, ez is drakoniknak kell lennie. Ujjajajajaj. Kikapcsolom ezt az aktív mutogatót, aztán így akkor könnyebben ki tudom cserélni. Ugye ez szerencsére van nekem egy ilyen segítségem. Aztán akkor lentről ki tudom én ezt már könnyen. Ó, látjátok, ennyi volt, ki is javítottam. Mondd meg nekem, hogy még akkor mindig piros van ott aktív. Haha, nincs. Szuper, gyerekek, ez nagyon jó, ez a segéd. Ez az egész drakonikus mód nagyon pöpec. Na, első lépés megvan, úgy látom már mindenhol befettük, ahol kellett a drakonikkal, és... Hoppá, out of range. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Elfogyott az energia, gyerekek, baj van. Leszívta. Na most mit csinálsz, Olikám, és mit csinálsz? Ujj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 
fogyasztó lesz, hanem generátor, és akkor így van, így már van energia, mert most már minden, akkor a generátorból veszi ki, és ő is szépen, na mi van, úgy látszik feltöltötte, na mindegy, ez a lényeg, hogy működik. Jó, oké, probléma megoldva, ott tartottam, hogy kell még egy drakonikus szint. Még hozzá ilyen awaken drakonik. Jó van, ezt is szépen bebugyoláljuk ilyennel. Ez már egy kicsit melósabb lesz, mert nem mindenhol lehet használni ezt a kis pálcát. Na, még ez a gyémánt van, lehet, hogy ki is tart a végéig. Ó, itt még sok van. Jó van, hát egy kicsit nehezebb ezt így vandal játszani, mert ezek a sarkok így mások, de mindegy. Tudjátok, ők ilyen mások. De azért meg lehet oldani, látjátok. Várj, azt hiszem, hogyha ezt itt is lerakom, akkor így egész sort lehet vinni, szuper. Csak nem elkészült. Csak nem. Jaj, nehogy lesz. Pont most. Jó, akkor aktív. Gyerekek, és milyen szép színe van. Almost infinitünk, oké. Tehát folyamatosan mehet most szerintem a gyár egy ideig, essé le. És ugye megtartott az előző töltöttségét, téged is visszaállítalak, hogy ne a generátor vedd, most már te menj a fogyasztókra, mint egy mindenki más. 500, szóval leszívta. Na, tehát megőrizte az előző 200 gigát, vagy mennyit, vagy nem 10 gigát. Ez annyira jó, nagyon tetszik. És van Infinite Storage-unk, ez is lesz a mai rész címe, majd lefotózom, azt felteszem előre, de igazából ennyi. Nézzük meg még ezt a tehenecskét, hogy állunk. Van olyan, ami egy óra múlva, nem az a ez az usage, 14 perc. Aha, megint Stellar Alloy lett. Franc. Na viszont itt született még egy ilyen infused, és ő ready. Szuper. Mutassatok olyat, aki ready, te 14. Te ready vagy. Nagyon jó. Gyere te ide. És akkor még egy tesztet, még egyre van időnk. Szuper, azért jönnek. Jó van. Nagyon ritka, de azért előfordulna. Viszont ahhoz, hogy ők lehet, hogy összeboruljanak, kicsit ritkítani kell az állományt. Na mindegyik ready, de még mindig nem. Hát lehet, hogy még mindig sokan vagytok. Na, gyere, akkor innen is kiviszek párat. És megint Stellar Alloy lett. Hát nem az, amire vágyunk. Még mindig nem az, amire vágyunk. Viszont van még egy breeding ready. Jó. Tehát ő ready, itt volt másik. Na most. Kérlek. Nem. Jó. Oké. Akkor visszahozlak titeket, akkor megint várunk egy órát.
De még azért ezt megmutatom, nézzétek, hogy ebből a Dragon Egg Essence-ből már 500 összejött. Ez hány? Ez 55. Jó, tehát 18 tojásocska. 19 van összesen. És még a csirkékhez, ha oda találok, azt is megnézzük. Hát ez a kobalt, ez nagyon lassú. Ezt kiszedjük, mert biztos, hogy ez 2-2 ilyesmi. Aha, tehát akkor jobban járunk, ha ezt a kettőt visszük tovább. Oké, ő meg elég jól áll. Ő szerintem most már gyorsul, mert ugye egyre gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb. Tehát ha nagyján már túl van, meg lesz ez a 10-10-10, nem is olyan sokára. A kobaltnak kell még egy kicsit több biztatás, de jó van, ez meg lesz. Gyerekek, amit mára terveztem, az bőven, meg, hát a teheneken kívül nem értük el a legjobbat, de az is meg lesz, az is meg lesz. Örülök, hogy velem tartottál, mindjárt nézek a saját fejemből. Ó, milyen furán fogom ezt a pálcát. Örülök, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb. Addig is nehogy el kell, hogy mennem hozzád ezzel a drakonikus armorral. Szóval nyomj egy lájkot, iratkozz fel, találkozunk legközelebb. Ezt már mondtam, akkor nem mondjam még egyszer. Pááááá!